A húsvét az az időszak a kereszténység életében, mely liturgikusan talán a legszínesebb. A legszomorúbb, a legemelkedettebb, a legörömtelibb. Nagypénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékeznek a hívek. Ekkor járják végig a keresztutat, vagy tartanak passió olvasást. A keresztút az a 14 állomásos út, amit Jézus is megtett a Golgotára, a kereszt halálig. A keresztény egyházunkban és evangélikus egyházunkban is nagypénteken Krisztus halálára emlékezünk, már előre tekintve arra, hogy ő feltámadt. Itt Kaposszegcsőn hosszú évek óta minden nagypénteken, nem csak délelőtt van Isten tisztelet, amikor élhetünk az úrvacsora szentségével is, hanem passió játékot is szervez a közösség, és ebben az egész falut is igyekeznek bevonni, illetve az evangélikus gyülekezet is helyt ad ennek, és egy közös élmény minden keresztény testvér számára. Egyrészt örökérvényű üzenete van, másrészt 2019-ben is megéljük, hogy a bűneinket Istenre kell hagyni, és előtte megvallani. Amikor most leégett a párizsi Notre Dame, és sokak számára megdöbbenés volt, akkor sokan teszik föl a kérdést, hogy Isten megbünteti az embert azért, mert tőle elfordul. Istennek joga van megbüntetni a bűneinket, de Isten most is arra hív, hogy benne ne azt lássuk, hogy ő a bűnöket megbünteti, hanem azt is, hogy megbocsát nekünk Krisztus által. Tehát fontos, hogy meglássuk a bűneinket, hogy azokat Krisztus a keresztvára vitte, és hogy meglássuk azt is, hogy bűnbocsánatot kapunk általa. Tehát van mindig új kegyelem 2019-ben is a számunkra. A húsvét a hit ünnepe. Jézus sír, szenved, elkeseredik és fél a Getsemáné kertben. De Jézus döntése mindig teljes emberi döntés. Emberként meghal, de aztán feltámad. Ezt a belső és külső utat jeleníti meg, a passió. A passió játék az már hagyománya ebbe a gyülekezetbe. Én a hittanosokkal csináltam először passiót, aztán elmentem nyugdíjba, és a gyerekek már nem úgy álltak a rendelkezésemre, ahogyan eddig, és egyszer úgy csináltuk, hogy a gyerekeket bevontuk, most csak felnőttek a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, Dudás Zoltánné, Veszeli Istvánné, Simon Ilona, mi csináljuk a passiót a lelkészek bevonásával, és Márfai Attiláné énekel iskolánk tanára. Kis Anikó orgonál, az idei passió játék végül is a hős áldozatnak szól, tehát amit a kereszten Jézus Krisztus tett értünk emberekért. A megváltás, a megváltásról szól, és az, hogy nekünk örök élete legyen, és bűneink bocsánatot nyerjenek. A húsvét a keresztények szerint a végtelen szeretet megjelenése. Ajándék az atyától, élet, amellyel megajándékozza fiát, aki szeret bennünket. Többes szerepben tehát, de nagyon személyesen tud feltárulni a misztérium. Volt már, hogy a Máté passiót, volt, hogy a János passiót, ez most egy újabb, amit így találtunk. Három fő szereplő van itt, az igeolvasó, a narrátor és a versmondó, én a narrátor leszek. A passió elvezet az utolsó vacsora termébe, a kenyér megtöréséhez, az osztozáshoz, a magányos imádsághoz, az elárultatáshoz, az elhagyatottsághoz, a fizikai szenvedéshez, az értelmetlen ítélkezéshez, de elvezet húsvét vasárnap hajnalának öröméhez is.